A hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék árvízi helyzetet okozott Sárospatakon. A Radvány pataka két héttel ezelőttihez hasonlóan ismét kilépett a medréből, és veszélyeztette a pataki lakosokat és értékeiket. A Védelmi Bizottság korábbi döntése azonban nagyban segítette a védekezési munkákat. Köszönhetően annak, hogy a két héttel ezelőtti árvíz után a Védelmi Bizottsági ülésen úgy döntöttük, hogy az akkor kiürült tartalékokat azonnal pótolni fogjuk, 30 ezer darab homokzsákot, illetve kb. 20 teherautónyi homokot halmoztunk föl, és depóztunk le a kommunális szervezet telephelyén. Ennek köszönhetően, annak ellenére, hogy ez a nagy esőzés közel 40 mm csapadékot zúdított a nyakunkba, nem ért minket váratlanul a helyzet, így lehetőség volt nem csak nekünk elkezdeni időben a védekezést, hanem környező településeknek is segítséget nyújtani, például Újhelynek is tudtunk 10 000 homokzsákot biztosítani. A védekezési munkák megkezdése előtt helyszíni szemlét tartottak a szakemberek. Elsőként a Toldi utcára mentek, ahol a csapadékvíz már keveredett a szennyvízzel. Ennek kezelésére azonban megtalálták a megoldást. Kora délutánra született egyrészt az ott lakók javaslata alapján, másrészt a tűzoltóság javaslata alapján az a megoldás, hogy kölcsönkért tömlőkkel mintegy 200-300 méter hosszan az Áchim utcán keresztül el tudtuk vezetni a vizet, átemeltük a bodrok töltésen, így ma reggelre itt nagymértékben normalizálódott a helyzet. Az Arany János utcát akár csak két hete most is lezárták a forgalom elől a védekezési munkálatokhoz. Ezen a részen annak ellenére, hogy még nem jelent meg a víz az utcán, már megkezdtük a védekezést, egy új árkot nyitottunk, amelynek segítségével vissza tudtuk terelni a Radványpatak vizét a medrébe, illetve a Arany János út másik oldalán az ott lévő homokzsákok egy részének felhasználásával és új homokzsákok helyszínre vitelével meg tudtuk építeni azt a gátat, amely megakadályozta az újabb árvizet a bodrogkalászi város részen. A fazekas soron ugyan évekkel ezelőtt elkészült a bodrogtól védő gátrendszer, ám most újra vízben jártak a lakosok. Ezúttal esővíz, talajvíz és szennyvíz keveredett. Szivattyúkkal ma reggelre tisztították meg az utcát. Egy családot ki kellett telepíteni, mert kidőlt az épület fala, egy másik esetben istállóból mentették ki az állatokat. Tegnap késő este egy családot kellett kitelepítenünk, őket a rokonoknál tudtuk elhelyezni, ma ennél a háznál is megtörténik a kárfelmérés. Itt a háznak az egyik fala kidőlt, tehát nagy valószínűség szerint életveszélyességet kell nyilvánítani, így az ott lakóknak, az ottani bérlőknek a elhelyezéséről gondoskodnunk kell. Kisgát dűlőn volt még egy veszélyes eset, ahol az állatokat kellett kitelepíteni, hiszen az istállót vette körül a víz, itt is segítséget tudtunk nyújtani. Sárospatak alpolgármesterétől azt is megtudtuk, a két héttel ezelőtti árvíz után a Viszmajor alapba mintegy 500 milliós kárt jelentett be Sárospatak városa.